A megalapozott gyanú szerint a férfi 2024. július 15-én a délutáni órákban Kunmadarason egy dohányboltnál kinézte magának a szemmel láthatóan lassú mozgású 71 éves áldozatát és az idős férfit követni kezdte. A sértett lassan mozogva közlekedett hazafelé kezében egy szatyorral, melyben az általa korábban megvásárolt élelmiszerek, használati tárgyak és 13 ezer forint készpénz volt. A támadó egy ideig követte az idős urat, akit hátulról egyre jobban megközelített, majd hirtelen a sértett jobb csuklóján tartott szatyrot megragadta, és addig rángatta, míg a videkezni korlátozottan képes férfi el nem esett, és így a támadó a szatyrot le tudta húzni idős áldozata kezéről. Az utonálló jellegű támadás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Támadóját három nappal később a rendőrség elfogta. A járási ügyészség azért indítványozta a munkanélküli, hajléktalan életmódot folytató, korábban vagyonelleni bűncselekmények miatt már kétszer elítélt férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel, Fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá a gyanúsított vonatkozásában ugyanezen okokból fennáll a bűnismétlés veszélye is. A Szolnoki Járásbíróság nyomozati bírája a gyanúsított letartóztatását elrendelte.